Jó napot kívánok, kedves nézők! Köszönti Önöket Braun Péter és Szabó József. Nagy presztízs mérkőzés a megyénkben, ugyanis Gyöngyös csapata látogatott el Pétervásárára az MB3-as Mátra csoport 6. fordulójában. Ha az esélyeket megnézzük, a Gyöngyös nem árult zsákbamacskát már a mérkőzés előtt Labanc Róbert, a vendégek edzője következőt nyilatkozta, engedjék meg, hogy idézzem, szó szerint: a csalódást okozó múlt heti vereségünk után ezúttal csak a győzelem lehet az elfogadható. A Pétervásárát jó képességű csapatnak tartom, de szeretnénk bebizonyítani, hogy mi vagyunk a megye legjobb csapata. A vendégek tehát zöld-fehérben, a miaink a szokásos sárga-kék szerelésben. Az összeállításokat majd menet közben elmondom. Gyöngyösi akció volt kibontakozóban. Nagy. Elsodorják. Játékvezető szabálytalannak ítélte meg Szekrényes megmozdulását. És a mi játékos edzőnk Nagyendre szerint a Gyöngyös az esélyes szintén, de esetleg egy fegyelmezett jó játékkal, nagy lelkesedéssel bízva a hazai pálya előnyében, talán az döntetlen lehetséges. Béres tette rá a labdát. Olá. Most van kint szöglet. Addig elsorolom gyorsan a vendégek összeállítását. Csütörtöki a kapuban: Dávid, Forgács, Takács, Szekrényes, Tóth Zoltán, Nagy, Tóth Attila, Kolompár, Molnár és Nagyfalusi a kezdő 11. A gyöngyösieknél közben a szöglet. Ott a fejes. Nem a mi játékosunk fejelt, hanem egy gyöngyösi. Kolompár fejéről indult az akció. Nagy. Elvitte Nagy. Kolompár ismét. Kaknics szerelt. Szekrényes kezében a labda. Dávid. Szekrényes megindul középre. Szabálytalankodik vele szemben Olá. Takács. A játékvezető Nagy Balázs figyelmezteti Takácsot, aki vár a szabadrugás elvégzésére, hogy csak sípszóra megy a játék, azaz jelzésre várjon. Takács legurítja. Nagy. Ívelnék középre, elakad a miainkben a labda. Csetlik, botlik ott Pádár és Csontos. Nincs még kint. Pont a vonalra esett a gesztenyefáról a labda. Dobhatnak a vendégek. Szekrényes, a Gyöngyös csapatkapitánya adta át a dobást. Csontos vágja ki. Mészáros elől. Nagyfalusi. Jó az átadása. Szekrényes hátra. Tóth Attila tette tovább. Molnár. Forgács. Egy apró szabálytalanság. Béres előre vágja. Nem figyelt. Olá. De aztán nem róla ment ki, hanem Nagyról. A gyöngyösiek játékosáról. Vámosi kocog oda, hogy elvégezze majd a dobást. Az elmúlt héten nagyon jól játszott Magyar Gécen. Visszakerül a labda hozzá. Ismét kifejelik. Kis zavar a gyöngyösi védelemben. Aztán Takács hozza ki oldalra a labdát. Visszakapja. Vámosi szerelt. Dávid. Az elmúlt héten Gyöngyös még az elölkelő harmadik helyen tanyázott a tabellán,
és nagy meglepetésre otthon kikaptak Balassa Gyarmattól 2-0 arányban, és lecsúsztak ezzel jelenleg a 7. helyen. A mieink az elmúlt heti vereséggel maradtak a 11. helyen. A gyöngyösieknek 7 pontjuk, nekünk pedig 4 pontunk van. Molnár Hegedűs szerelt, megelőzve. A gyöngyös idegenbeli mérlege, egy győzelem és egy vereség. És hogyha a két csapat eredményekbeli különbségét hasonlítjuk össze, egyetlen egy győzelemmel van a vendégeknek több, mint a mieinknek. Ez alapján nem nagy a különbség a két csapat között. És kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ezen a mérkőzésen. Lesz nagy különbség? Mi lesz az eredmény? Szépen ment el Hegedűs. Szabálytalankodtak vele. Természetesen itt a latolgatásoknál mindenki tisztában vele, hogy a gyöngyös jobb játékerőt képvisel a mieinknél, de az elmúlt fordulókban is bebizonyosodott, hogy bármilyen eredmény születhet. A gyengébb csapatok itt sorra legyőzték az erősebb ellenfeleiket. Senkit nem szabad lebecsülni. Már is a 8. percben egy szöglet ismét a mieink javára. Béres teszi le a labdát a szöglet zászlóhoz. Mészáros meglepődött, hogy Csütörtöki hagyta ezt a beadást. Most nézzük gyorsan a mieink összeállítását. Tóth, Véd, Vámosi, Csontos, Kaknics, Pádár, Bódi, Mészáros, Hegedűs, Béres, Nagy és Olá. Cserepadon Bukrán, Ivádi Tamás, Háklár, Mirkóczki és Csontos a tartalék kapus. A rugás pillanatában terül el a földön szekrényes. Dávid próbálta megindítani. Takács nem lövi kapura. Ki kell onnan pöckölni, fiúk. Egy kapás lövés. Alig-alig mellé. Nagy kísérletezett. A mieink hazai mérleg eddig 2 vereség és 1 győzelem. A győzelem Balassa Gyarmat ellen 1-0, és ez a Balassa Gyarmat idegenben megverte az elmúlt héten Gyöngyöst otthon, Gyöngyös otthonában 2-0 arányban, ezt ne feledjük el. Csontos. Jön befelé a labda, kifejeljük. Leveszi mellel Forgács. Aztán lelopjuk a lábáról. Mészárosnak hosszú. Jön keresztezni Tóth Attila is. Visszapörög a labda. Nagy fejelte tovább Mészáros. Gólhelyzetben Mészáros! Eléri a kapus Mészáros másodszor is. Addig-addig cselez, amíg elveszíti. Rögtön az itzert kihagytuk szokás szerint. 12. perc végén be kellett volna lőni Mészáros. Nagy. Vámosi. Nem sikerült elérni a labdát. Tóth Zoltán visszagurítja Nagynak. Szekrényes. Nagy. Jöhet a beadás. Pádár lép oda. Rövid. Nagyfalusi éri el. Szekrényes. Szekrényes a földön, ígéretes szabadrúgás szög, mintegy 23-25 méterre a kapunktól. Tóth Attila készülődik, mellette Takács is ott van, tartaléknak. Tóth szalad a labdának, és el is lövi.
Névrokon a tót, ez biztosan fogta. Dávid. Olá fejelte középre. Béres átadását eléri még Mészáros. Most próbálja meg kapu elé tenni. Béres visszaszerzi. Nagy. Egy csel csinál. Mire lőni? Már ott volt előtte Tóth Attila, a gyöngyösiek védője. Ezért próbált meg még egy cselt. Bódi. Belelépnek az átadásába. Négy Péterkei között talált utat a labda Tóth Zoltánhoz, akinek az indítása hosszú lett. Háklár nevét nem hallották még önök, cserepadon sincs, sérülés miatt nem játszik ma. Kolompár próbál megsarkalni, játékvezető felülbírálja, partjelzőjét aztán mégsem észreveszi, hogy valamit mutat. Szoboszlai. Lökés miatt szabadrúgás 17. percben Gyöngyös javára. Takács végezheti el a szabadrúgást. Majdnem komolyabb probléma lett belőle, Tóth nem érte el a labdát. Mészáros mehet most már a másik térfélen. Mészáros. Cselezés után már kénytelen hátragurítani. Olá. Nagy. Kaknics. Nagy. Olá már röviden adja vissza. De Hegedűs még majdnem javított. Olá. Jó lehet Nagynak a labda. Ott van a gól helyzet. Majdnem azt mondtam, hogy ott a gól. A harmadik zicsert hagyjuk ki az első negyed órában. Közönséggel együtt már jó magam is nagyon kívánom a hazai gólt. Reméljük, lesz még a találkozó ideje alatt. Nagy. Takács és Vámosi. Vámosi ügyesen fedezte testtel a labdát. Olá tette tovább, Nagy. Béresnek rövid, a begurított labda. Forgács. Megállítja Mészáros. Szekrényes. Megindul a labdával. Béres pedig hátulról egy apró szabálytalankodással állítja meg. Nagyfalusi. Takács. Dávid a bal oldalon. A szél kicsit visszanyomja a labdát. Nagy. Tovább fejeli Béres felé. Hát eddig a játék képe alapján két azonos képességű csapat benyomását kelti a két együttes. Jó keresztlabda Dávidnak. Még mindig ő. Előre tolja Nagy. Most adja középre, Csontos. Hegedűs gondolkodás nélkül. Ki is ment a labda. A tavasszal a két csapat találkozott egymással kupameccsen. Itt Pétervásárai pályán 2-0-ás hazai győzelem született. Szekrényes hátra. Dávid tovább. Tóth Attila. Kaknics jól szerelt. Mészárosnak nagyon jó. Tovább pörgeti. Csínybe kapta. Nagy.
el is veszítette. Szekrényes már is indít. Bódi másik oldalra. Vámosi. Segített még Kaknics javítani. Ez pedig elérheti Olá. El is érte. Jó az előre pörgetett labda. És a gyöngyösiek kiabálnak, hogy les. Erre a partjelző is tudomásul vette a dolgot. Mészáros mutatja, hogy szerinte kint ki volt még, kiállt bent a gyöngyösiek közül. De Nagy Balázs már természetesen nem változtat az ítéletén. Kaknics szépen szerelt. Letalpalta őt a gyöngyösi játékos. Csúnyán Tóth Attila volt. Kaknics az oldalvonalon kívül már jó két percig állt a játék a sérülés miatt. Csontos végzi el a szabadrúgást. Olá, nem volt kint. Gyenge a középre gurítás. 10 emberrel most a miénk. Tóth Attila persze megkapta a sárga lapot a szabálytalankodásért. Csúnyán lett talpalta Kaknicsot. Molnár. Rossz a visszaadott labda. Elcsípte Nagy Gergely. Már az ellenfél tér felén vagyunk. Az indításába belenyúlnak. Szerencsére visszapattan hozzá, aztán érezte már Nagy, hogy nem az övé a labda, ügyesen eldőlt, és a játékvezető nagyon jó indulatú volt most hozzá. Béres. Ott van a fejes. Nagyon jó volt a fejes, csak egy kicsit gyenge. Mire odaért a kapuhoz, addigra Csütörtök is a kapu közepéből át tudott jönni, és simán fogta. Vámosi dobhat közben. Olá tolja meg fejjel. Ez pedig egy lökés volt Dávid részéről. Játékvezető most szigorú volt, és nem adta meg számunkra a szabadrúgást. Molnár szekrényesnek gurítja hátra. Mutatja magát itt a bal oldalon. Dávid. Aztán Szekrényes észre is veszi. Dávid. Mire odaért a labdája? Már megelőzte Vámosi az ellenfél játékosát. Közben Kaknics már a pályán. Takács kicsit vaktában tolta meg előre, de mégis ott volt Kolompár, és közelébe ment el a labda. Pádár szerelt. Béres megpróbálja pontosan kitenni a labdát, mely gyorsabb volt, mint Mészáros, illetve Bódi. Nagyon hasonlít Mészárosnak és Bódinak a frizurája. Ha mondhatom ezt frizurának, ezt a süni hajat. Kaknics. Rossz az átadása. Nagy csipte el, és egyből indít. Kolompárnak kell kikanyarodnia. Vámosi szerelt, Nagy dobhat. Ismét Vámosi. Hát ez hogy lehetett les? Körülbelül 4 másodpercem volt a labda a levegőben, mikor a partjelzőbe intette a lest. És innen lehetett látni, hogy Mészáros a védők mögül indult ki. 30. perc kezdődik a stopperomon. Továbbra sincs még gól a találkozón. Dávid. Nagyfalusi. Molnár.
Jó közbelépés, Béres fordulhat rögtön. Olá. Eléri még Hegedűs? Igen, jól tartja meg. Megy mellette, de nem Olát választotta, hanem helyette Nagy Gergelyt. Takács. Szép nyugodtan adogatnak hátul a gyöngyösiek. Aztán megpróbálnak kiugratásokat eszközölni, mint most is. Most a jobb szélen. Lökés gyanús volt, de a játékvezető tovább engedte. Ez pedig valóban les volt. Mészáros jó. 3 méterre állt a védők vonalá túl. Gyönyörű szerelés, Vámosi ismét. Aztán Nagy Gergely fűzte át Dávidot. Jó, Mészárosnak a labda, aztán mégsem éri el. Csütörtöki mozdult ki a kapuból. Majdnem megszerezte Béres. Kaknics is ott van, megpróbál zavarni, de már nem tudta megakadályozni az indítást, ő sem. Visszakerült Szekrényeshez a labda. Nagy Gergely lökött. Szándékosság érezhető volt a mozdulaton, játékvezető nem nyúlt a zsebéhez. Szekrényes oldalra, Nagy, Dávid, ismét Nagy, lassan már a 16-os sarkánál, ott pördül ki a mi nagyunk elé a labda, aki aztán eladja Csúnyán. Mészáros mérgelődik itt előtte, hogy miért nem őt indította. Jó lehet az indítás. Tóth is jól mozdult ki a kapujából, csak úgy, mint az előbb Csütörtöki a másik oldalon. Most valahogy felélénkült a játék mindkét oldalon. Mészáros jól veszi át, most kéne pontosan beadni egy csel, még mindig Mészáros, most lövi el! Mészáros már egymagában eldönthette volna helyzetei alapján a mérkőzést. Sajnos ezek a helyzetek kimaradtak. A múlt héten Magyar Gécen beállt a második félidőben rögtön kiharcolt egy óriási helyzetet. Sajnos ott is kimaradt. Dávid. Szekrényes. Visszakerül ismét Tóth Attilához a labda, és kezdődik előről a nyugodt adogatás. Mészáros, ha most meg tudná fejelni, kéz volt, szándékos szabálytalanság, és a játékvezető kiállította Csütörtökit. Az első félidő 36. percétől tehát 10 emberrel folytatja a gyöngyös, és ez fordulópont lehet a mérkőzésen. A kiállítás után majd 4 percig állt a játék, eddig kellett várni a vendégek játékos edzőjére, Labanc Róbertre, aki a tartalék kapus a gyöngyösieknél, és most fogja megmondani, hogy ki megy le. És 13-assal Nagy hagyta el a pályát a mezőnyjátékosok közül. Na most aztán fel van adva a mieink számára a lecke. Nagyon okosan kéne futballozni a hátralevő időben. Most a szabadrugás. Fel lett avatva Labanc. 10 emberrel tehát a vendég gyöngyös. Mintegy 5-5 és fél perc van még az első félidőből. Tóth földre huppan. Hegedűs volt a szabálytalan. Labanc a kapuból már is sárgát reklamál a játékvezetőnek. Mármint, hogy miért nem adott Hegedűsnek lapot.
Vámosi. Rátartott a lábára Kolompár, aki aztán elnézést kér tőle. Nagy és Mészáros. Egyelőre nem a miénk a labda. Labanc teszi ki oldalra. Molnár. Jól látom, hogy a mieink kezdenek kitámadni. Más lehetőségünk nem nagyon van. Szerintem egy embernek biztos, hogy előre kellene jönni még. Ha eddig ketten voltak elől Mészáros és Nagy, akkor most már lehet kockáztatni jobban. Béres eljut azonban a labda Olához. Lehet, hogy nem is Béres lábáról, de lényeg az, hogy mehet Olá előre. Olá beadja, nem jó. Elment a kapu fölött. Molnár. Vissza a jobb szélre. Kíváncsi lennék, mi játszódik le most a vendégek fejében. Nyerni szeretnének-e még most is 10 emberrel, vagy esetleg már a döntetlennel is elégedettek lennének az egy ponttal. Takács. Dávid. Olá vétette el. Keresztlabda Molnárnak. Most veszi észre Bódi. Nagyon jól lépett ki. Dobhat is Bódi. Aztán játékvezető mondja, hogy nem mi dobunk. Én is így láttam egyébként. Takács. Középre Gurit. Nagyfalusi. Most kéne gyors ritmusváltásokkal megzavarni a védelmet, de nagyon be. Hátra megyünk nagyon védekezni, betömörülünk. Vámosi, egyből vissza. Telengedte Nagyfalusi. Aztán Dávid indít. Csontos, vállal. Maga biztosan tessékelte odébb Kolompárt, a játékvezető legyintett, és ez a legyintés azt jelentette, hogy tovább. Bódi. Egyből kellett volna tovább tenni, aztán Bódiról megy ki. Dávid most íveli fel a labdát. Vámosi. Kolompár ismét odaugrott. Na, megy a szél, ketten is vannak ott. Mészáros jól pöccinti tovább, de sajnos ott volt. Középen Tóth Attila, Hegedűs, Olá. Hárman, négyen már a kapu előtt a mieink közül. Eljut-e odáig a labda? Majdnem Mészáros fejével együtt üti ki Labanc a labdát. Perc. Béres fogja elvégezni. Az egyik hazai szurkoló már gólt kiáltott. Labanc rúgja előre. Kaknics zavarja Takácsot, akinek csak sikerül elrugni. Vámosi fedezte a labdát Csontosnak, aztán Kaknics elhagyja. 3 percet hosszabbít Nagy Balázs, most mutatja. Takács. Most kanyarítják kapu elé a labdát, ott pattog. Aztán Pádár rúgja ki. Szerencsére pontos lett a labda. Észre is vette Nagy Olát, hogy üresen van. Mészáros kéri laposan. Béres jól veszi át, meg lehetne lőni. Jó az átadás, Mészáros gólhelyzetben. Kapufa! Úristen, hát én nem értem, hogy hogy lehet ennyi helyzetet kihagyni.
Mészáros jól megnézte a hosszú sarkot. Mérgelődik nagyon ő is. Dávid, milyen jó lett volna. Gólunkkal zárult volna a félidő. Ehelyett jönnek előre a vendégek. Szabadrúgáshoz jutottak. Takács állott a labda mögött. A hosszabbítás harmadik percének a közepénél vagyunk. Tóth Zoltán. Dávid. Elsodorja őt. Mészáros. Négy tagú a sorfalunk. Takács legurítja lövésre. Szerencsére odaért egy játékosunk, így pedig kirúgás lesz. Tóth nagyon okosan húzta vissza a kezét, érezte, hogy mellé megy kolompár lövése. Pádár. Nálam letelt a hosszabbítás 3 perce. Nézzük még ezt az utolsó lehetőséget. Tóth Attila állította meg az akciót, és most van vége az első félidőnek. Hát, kedves nézőink, egy rövid összegzésként csak annyit mondhatok, hogy ez a félelmetes hírnevet kovácsolt vendégcsapat eddig még nem igazolta ezt a hírnevet. A kiállítás előtt sem, hiszen nagyobb helyzetük nem nagyon volt. A 45 perc alatt néhány kapu előtti kavarodás, de ebből nem született gól, mi pedig szokásosan ismét kihagytunk vagy 4 nagy helyzetet. Hamarosan jön a folytatás. Amieink már a kezdőkörben. Mi kezdjük a második félidőt. Tóth Zoltánra, gyöngyösi játékosra kellett várni. Óriási lehetőség előtt a mieink, és csak rajtuk múlik, hogy élnek ezzel a lehetőséggel. Minden esetre támadni kell a hátra levő időben. Bódi beadása pattant le kolompárról. Az első játékrészben teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk a gyöngyösnek. Mezőnyben nagyon jól játszottunk, ezt kéne folytatni. Kipattanó labda, gól! Nagy Gergely, második félidő, első percének végén megszerezte a vezetést. Na, így tovább, fiúk! Elszállt mindenki előtt a szögletről beívelt labda. Nagy Gergely elé perdült, aki gondolkodás nélkül kapásból bombázott. Csütörtöki helyett beállt Labanc játékos edzőkapujába. 1-0 tehát, és remélem megérzik a fiúk is az óriási lehetőséget. A 3 pontot meg lehetne csípni. Bérestől elpattan, aj de kár volt. Kolompár nem tudta megszelidíteni a labdát, el is adja. Bódi tette ki oldalra. Nem jutott el a labda. Nagyig, de dobhatunk. Béres mutatja magát, de ketten is ott vannak a nyakán. Nagy, a gólszerző, 16-oson belül. Közbe léptek a gyöngyösiek. Hegedűs szabálytalanul sem tudott labdát szerezni. Pádár megelőzi az ellenfelét. Nagy egyből tovább, Mészáros üresen, mire megfordul, már beérik. Még mindig Mészáros, Béres pedig állva várta a labdát. Még egy gyors góllal két várra lehetne fektetni ezt a gyöngyöst. Bármilyen jó is a hírük, hegedűs. Hosszúnak tűnt egy pillanatra, de elérte Olá. Szabadrúgást kapott gyöngyös. Két csapatnak van még 4 pontja, mint nekünk, Balassagyarmatnak és Jászberénynek. Balassagyarmat otthon játszik Tápió Györgyével. Jászberény pedig Gödöllőre látogat a fordulóban. Ha most nyerünk, lenne esélyünk előbbre kerülni a tabellán. Mészáros
kiharcol egy szögletet. 6. perc kezdődik. Szöglethez jutunk. Béres végzi el. Pádár is a kapu előtt, a mieink közül. Így már nem lesz jó a kis szöglet. Vámosi kérte volna el a labdát. Jön be a labda. Dávid fejéről ment tovább. Tóth hagyja bedobásra. Illetve nem Tóth, Nagy Gergely. Visszakerül a labda. Bódi. Béres. Kapu elé. Les. Mészáros jól vette le. Csak sajnos Les helyzet előzte meg. Molnár. Takács. Csontosig ment a labda. Kaknics. Röviden adta és csínybe, aztán javított. Béres tolja meg előre. Mészáros most nem igazolta gyorsaságát. Tóth Attila szerelt előle. Minden esetre a gól felhozta a mieinket, Gyöngyös pedig alig jutott még át a felező vonalon a térfelünkre. Béres kivárt egészen addig, hogy mi lesz Béressel, megpróbált előnyszabályt alkalmazni. Béres, ott a fejes. Takást tette tovább, megszereztük az átadást. Mészáros, most kéne tovább pöckölni, Mészáros már megint cselez. Jó, a második csel, Mészáros, elsodorják, ketten is a nyakán. Nem véletlenül reklamál Mészáros. Innen lehetett látni az egyik kart a nyakán, ahogy lerántották. Marad a szöglet. Simán be lehetett volna fújni a szabálytalanságért járó 11-est. Ott a fejes! Bent van! Bent van! Olá! Nagy Gergely után tehát Olá talált fejjel a hálóba, és ez a gól is szögletből született, csak úgy, mint az első. Második félidő, 10. perce, 2-0, milyen jó kimondani, 2-0-ra vezetünk Gyöngyös ellen. Aki most szabálytalanság miatt kapott egy szabadrúgást, de nem baj, csak támadni tovább, úgyhogy közben figyelünk a védekezésre is. Hegedűs labdáját nem csípte most el Olá. Takács. Jól jött ki Tóth. Már megpróbálja rögtön gyorsan indítani Mészárost. Egyből letámadunk. Sikerült is ellopni a labdát. Kaknics. Létszám fölényben vagyunk. Mészárosi az indítás. 16-osra kéne most, hárman már bent vannak a kapu előtt. Mészáros elcsúszik a labda Béres lába alatt. Oda a helyzet, és már is jön előre Gyöngyös. Dobhatunk. Vámosi ismét remekelt. Úgy szerelt, hogy dobhat. Olá. Béres középen. Még mindig Olá szenvedott Dáviddal. Szabadrúgás. Sürgeti a Gyöngyöst az idő, már nem passzolgatnak annyit hátul. Megpróbálják minél gyorsabban felhozni a térfelünkre a labdát. Persze ember hátrányban, reménytelenebb helyzetben vannak. Mészáros nem indult Pádár felívelésére, hiszen lesen volt, ezt ő is érezte. Ez az Hegedűs keményen játszik, ő is, de most így kell rögtön megzavarni a labdát átvenni készülő játékost. Tanácstalan helyzetben volt Tóth Attila.
letámadnak a mieink nagyon helyesen. Megtolja fejjel Takács. Csontos, nem nincs kint még a labda. Olá, megszerzi. Gyerünk, Olá, beadni középre. Tóth Attila vetődött közbe. Szöglet. Nekünk áll a zászló a második félidőben, eddig ismét egy szöglet. Lesz-e harmadik gól? Ott van! Kapufa! Meg nem mondom, hogy ki ért bele. Lehet, hogy Gyöngyösi játékos fejéről ment. Jó a labda, illetve a csel. Ott van a gólhelyzet. Miért nem adta be Nagy Gergely? Ezt nem érti senki. Ott várták Mészáros, Olá, Béres. Navámosi. Béres jól veszi le. Bódi indul, rövid az átadás. Takács adja haza előle. Hegedűs fejjel tovább, Olá. Mészáros kicsit hosszan veszi át, aztán javít. Szlalomozik a lábak között, elütik. Nézzük, ki jön le. Béres le, tehát Mirkóczki áll be a helyére, második félidő, 15. percében. Ezzel Nagy Endre, ezzel a cserével a középpályát próbálja meg a frissített játékossal erősíteni. Mészáros. Sorfalba lövi. Pádár nem merte Kolompárt veszélyeztetni. Aztán szerelt. Bódi kapja az átadást. Még mindig ő addig cipeli, amíg Labanc fel tudta szedni a labdát. Nagyon harcosak most a mieink. Olá. Várják elől. Bódi. Jó volt a csel, Bódi. Nagyon veszélyeztetett helyzetben. Szép átadás. Vámosi. Nyitott a folyosó előtte. Most ért oda Tóth Zoltán. Ezért Vámosi oldalra játssza a labdát. Nem kéne ennyi passz. Gyorsabban kéne felhozni a labdát a mieinknek. Nagy. Szerencséje volt. Mirkóczki. Kiugratási kísérlet. Megtorpant. Hegedűs. Vámosi elnézte a labdát egy pillanatra. Kolompár. Hegedűst elnyomják onnan. Gyerünk letámadni őket. Hegedűs van ott. Kolompár. Vámosi. Vámosi most is a helyzet magaslatán. Kolompár szabálytalankodott vele. Ezen a mérkőzésen 3 fiatalabb játékos is a csapatunkban. Vámosi, Kaknics és Hegedűs. Mészáros nem érte el. Szabadrúgás ellene. Mirkóczki. Fogott. Nagyfalusi el is végzi a szabadrúgást. Elkapkodta. Mirkóczki hozhatja el. Kicsit hosszúra sikerült. Hegedűs. Nagyon szép labda. Olá. Mészáros várja bent középen. Feltartás. Szerű. Aztán Olá megpróbálja visszaszerezni a labdát. A lendülettől a földre esik. Kaknics fejéről szereztük meg a labdát. Aztán egy pontatlan átadás. Molnár. Hibákra kényszerítjük egymás után az ellenfelet azzal, hogy ilyen jól fogjuk őket, és a letámadás ezt eredményezi. Bódi. Ügyesen tartotta meg a labdát.
szerelte őt Forgács. Dobhatnak a gyöngyösiek. Pádár nem bírja elrugni. Benne a 16-oson belül a vendégakció. Megfagyott a vér az ereimben, ahogy Kaknics hagyta a labdát, de látta, hogy Pádár oda fog érni. Na gyerünk! Nagy. Rossz labda. Lehet, hogy Olá elfáradt. Bár igaza van, ez nagyon rossz labda volt, és takarékoskodni kell az energiával. Mirkóczki megtartja. Kemény összecsapás volt. Játékvezető továbbot engedte a bedobást. Nem volt szabálytalanság szerinte. Tóth. Kolompár engedi maga elé a labdát. Vámosi mellett nagyon nehéz most elmenni ezen a mérkőzésen. Közben Nagy az oldalvonalon kívül leveszi a térdvédőjét. Újabb csere a mieinknél, és a vendégeknél is egyszerre. Vendégek Nagyfalusi helyére állt be egy játékos, nálunk pedig Bukrán a pályán, Mészáros helyén. Mészáros első félidőben nagyon sok helyzetet hagyott ki, lehet, hogy ezért kapott most Bukrán lehetőséget. Mirkóczki húzta vissza közben az újonnan beállt Bartát. Most már látom, hogy hetes száma van. Bódi fejjel, aztán a labda kigurul. Takács. Pádárnak dobja, Pádár egyből meg előre vágja. Bukrán. Mirkóczki. Jó lehet a passz, sőt jó is, gyerünk! Olá nyargal a kapu felé, meglövi! Belsővel akarta a hosszú sarokba. Látszott a szándék, nem jól találta el, és labancban lőtte a labdát. Harmadik gólunk volt Olá lábában. Szekrényes fejjel. Bukrán nem bírja megtartani egyelőre a labdát. Közbelépett Takács. Az átadás Forgácsé. Most megy Bódi utána. Nem bánts, már bent van a 16-oson. Ez már elment? Nem, még nincs kint. Másik oldalon Tóth Zoltán. Hátragurítja Szekrényesnek. Csontos nem érte el. Szekrényes most a másik oldalt választaná. Bukrán. Megpróbálja megtartani. De csak Takácsik tudja elrúgni a labdát. Forgács. Meglátja középen, üresek az emberek. Pádár érkezett vissza. Nagy Gergely fejjeli el. Nagy Endre buzdítja kívülről a csapatot. A második gól után még vagy jó. 10-12 percig nagyon jól játszottunk. Aztán azóta ugye változott a játék képe, elkezdtünk kapkodni, mint most is, vagdaljuk ki a labdát, és a Gyöngyös megérezte a lehetőséget. Mindent egy lapra feltéve megpróbálnak gólt rúgni. Szekrényes harcolta ki, hogy tovább adhatják a labdát, Kolompár elvéti. A Bukrán üresen, most kéne egy gyors ember, aki elmegy mellette, már megy is Bódi. Jó a labda, Bódi. Jó a beadás, ott van a helyzet! Aj, de szép lett volna, ha bemegy Olá fejese. Szekrényes már talpon, jó, két percnyi ápolás után. És sportszerűen visszaadjuk a labdát.
Molnár. Forgács. Ez már sok Forgácsnak, aztán Mirkóczki határozatlan. Nagy szerencsénk volt, hogy Forgács nem jól passzolt Kolompárnak, Bukrán. Sárga lap lesz valószínű. Takács volt a szabálytalan, aztán megúszta. Nem is Takács volt, hanem Forgács, de ez Bukránnak szerintem édes mindegy, hogy ki volt. A fájdalmat így is úgy is el kellett viselnie. Mirkóczki tette vissza Pádárnak. Most az ellenfél támad le. Bódi tovább pörgeti. Jó a kényszerítő. Középen Bukrán lábában a harmadik gól. Nem igazán találta el Bukrán. Megköszöni a szép labdát Bódinak. Hegedűs ment fel egy emeletnyi magasságba és fejelte el. A nálánál magasabb Gyöngyösi elől. Visszafelé mozgott Olá is, Bukrán is. Molnár közben Szekrényes kérezkedett vissza Nagy Balázs játékvezetőtől a pályára. Ismét megvan a 10 ember a gyöngyösieknél. Szép szerelés, Hegedűs, Bukrán megy érte. Visszapattan hozzá a labda. Nagy. Tovább. Bukrán a szélén üresen, de közben odaér Forgács. Lent marad Takács. Jó 13 perc van még a találkozóból. És hogyha így marad az eredmény, azt hiszem ez a forduló egyik nagy meglepetése lesz. Pétervására itthon tudná tartani mindhárom pontot Gyöngyös ellen. Azt hiszem kevesen számoltak ezzel a mérkőzés előtt. A Gócs. Pádár fejeli ki, nem megy messze a labda. Bartáról pattant előre. Szerencsére nem ment senki a vendégek közül a labdára. Így aztán már is Tóth kirúgása után Bódi viheti előre. Mirkóczki. Nagynak kellett visszalépnie. Hegedűs. Olá. Bukrán. Így még jó. Nagy. Csontos. Jó labda Mirkóczki. Akár meg is lehetett volna onnan lőni. Pontosan a 16-os vonaláról próbálta meg Mirkóczki átemelni a védő feje fölött a labdát. Ez a labda Takácsé. Egyből próbálja indítani Bartát. Ketten a kapu előtt várják a beadást. Ez az. Csak nyugalom. Pádártól indult az akciónk. Bódi középre húzza a labdát. Bukrán hagyja. Lehet, hogy megérezte, hogy ott van egy másik játékosunk. Les. Olá átadása már les helyzetben találta Bukránt. Továbbra is át kéne venni a letámadást. Lélegzetvételnyi szünet nem engedélyezni az ellenfélnek. Pádár csúszott be jól. Jó még. Közben elhozzák a gyöngyösiek. Takács adta tovább. Szekrényes. Tóth. Hosszú lett, így a miénk. Olá Mirkóczki kérte, les. Az órámon még 10,5 perc van hátra. Továbbra sem tudott Gyöngyös szépíteni. Marad a 2-0 a javunkra. Dobhatunk. Agócs fejelte ki a labdát. És Vámosi dobhat. Bukrán megtolja fejjel. Röviden adja. Jöhet Gyöngyös.
Forgácsot előzi meg, Csontos. Nagyon veszélyesnek nézett ki ez a vendégtámadás. Bódi kapja. Most kéne beadni ügyesen. Szöglet jól érezte Bódi, hogy Molnár bevetődik elé, ezért próbált meg kivárni, visszahúzni a labdát, de már nem bírta. Mirkóczki a labda mögött. 35. perc. Gól! Haj, de becsapta Mirkóczki! Labancot. Hát szerintem Mirkóczki nem így akarta. Nem tudom, hogy Szöglet rúgásból érintés nélkül lőtte még valaki MB3 Mátra csoportjában gólt. Minden esetre Mirkóczki ezt megtette, megnyugtatva ezzel a hazai szurkolók és emelvényen tartózkodó Braun Péter és jó magam kedélyét. Három gól Gyöngyösnek. Lesz a negyedik. Mirkóczki kedvet kapott nagyon a gól után. Nem ért oda Kaknics. De Vámosi a szokás szerint nagyon jól helyezkedik. Jön is előre a labdája. Úgy látszik, a kiállítás megpecsételte a vendégek sorsát. Bár Labanc Róbert megpróbálta hasznos utasításokkal ellátni őket, hiszen rájuk kellett várni a második félidő kezdésekor. Mehet tovább. Lassan már lövőhelyzet. Csontos ütközött Bartával. Szabadrúgás. Ismét csere a mieinknél, második félidő, 38. percében Kaknics kocog le, Ivádi Tamás pedig játékra jelentkezett, és már a pályán. Hét perce van még Ivádi Tamásnak, és a szabadrúgás. Be is fért volna a léc alá Tóth Attila lövése. Tóth kapusunk remekül tenyerelte fölé a labdát. Takács most a Szöglet zászlónál. Tóth Zoltán fejéről. Bravo! Jön a Möri! Möri! Molnár lövése pont a kapu közepébe. Bukrán jól veszi le. Azt hiszem az ő feladata az, hogy megtartsa a labdákat, és megpróbáljon jól osztogatni. Most megpróbált előre indulni. Szerinte szabálytalankodtak vele, a játékvezető nem így látta. Csontos lábáról akad el a vendégakció. Molnár tette tovább. Kolompár elé kerül a labda, aki egyből megpróbálja kapu elé játszani. Mirkóczki a kidobott labda. Olá! Jól megy el, Olá! Másik oldalon itt kocog nagy. Olá egyedül viszi. Beérik. Beérik és Szöglet. Tóth Attila érte utol, aki már nem először mentette meg az utolsó másodpercben góltól a csapatát. Maradt tehát a 3-0, 5 perc van még hátra. Kis Szöglet, Vámosi felnéz, hogy kinek adja. Mirkóczki elkéri tőle. Keményen kilőtt labda. Tóth Zoltán és Csontos. Csontos először úgy éreztem, hogy röviden adja haza. Bódit veszi észre a kapusunk, Tóth. Nagy Gergő mutatja magát, szakad el a védőjétől.
nem tudta besarkalni Mirkóckinak. Molnár fordul meg a labdával. Forgács. Molnár visszakéri. Mirkóczki fejéről megszerezheti Bódi. Jó is az indítás. Mirkóczki mehet érte. Keresztezett Tóth Attila. Takács. Tóth. Szekrényes. Hegedűs zavarja. Kicsit megfogta Szekrényes mezét. De mehetett tovább. Takács indít. Oldalra a labdája. Barta szenvedott Vámosival. Teljesen kint a sarokban. És Barta dobhat. Játékvezető egy pillanatra tanácstalannak tűnt, aztán megítélte a szögletet. 3 perc van még hátra. Egyre kevesebb a lehetőség Gyöngyösnek, hogy szépítsen. Tóth remekül jött fel. Mirkóczki sokkal gyorsabb a mellette fel visszafutó Forgács. Les. Igen, ez pontosan velünk egy vonalban volt. Bukrán vagy 3-4 méteres lesen állt. Tóth Attila. Jó az indítása. Elkapkodta Takács most. Tóth. Higgadtan visszagurít Bódinak. És már ezt a 3 percet valahogy ki kell bekkelnünk. Olá jön vissza keresztbetett labdáért. Most a védő mögé lehet kerülni. Hegedűstől kapja vissza. Ott a beadás. Bukrán gól! Gyönyörű! Kettő perc sincs hátra, és talán ez volt a mérkőzés csattanója, a negyedik gólunk, és ezzel az eredménnyel már biztos, hogy Gyöngyös elé kerülünk, hiszen nekik 7 pontjuk van, nekünk is annyi lesz, közben egy sárgalap, már nem is érdekes, hogy kikapja. Jobb gólarányjal biztos, hogy Gyöngyös előtt vagyunk. Kérdéses, hogy Gödöllő és Balassagyarmat, valamint Jászberény mit játszik. Akár benne lehetünk az első 10-ben. 1 perc. Kolompárt futtatják. Csontos ott van. Rálövi Kolompárra. Dobhatnak a mieink. Vámosi, akit nem győztem dicsérni, nagyon jól végezte hátul a munkáját. Bukrán, aki beállt és egy csodálatos gólt fejelt. Marad nálunk a labda. És jó hallani, végre itt találtunk a közönség hangját. Ők is örülnek a győzelemnek természetesen. Hegedűs mellett elmennek, de Nagy Gergely csatár létére most hazagurítja Tótnak. Mirkóczki, senki nincs a közelében. Nagy, ismét Mirkóczki, a csel nem jött be, de ott pattogott a labda Takács elé utoljára, aki elkezdheti szervezni a támadást. Forgács elmegy ide Ivádi mellett. Lövőhelyzet. Jó lövés, jó védés. Hegedűs. Na, ismét ott vagyunk a kapu előtt 3-an. Olá! Megurítja kapu elé Bukrán! Hoj! Az 5. várta itt mindenki.
ahogy gurult bukrán felé a labda. Hát valahogy, fölé sikerült ezt vágni. Ilyen közelről is. Na, na mindegy, ne bánkodjunk ezen, hiszen már 4-0 a javunkra. Játszik a Péterke, hangzik a túloldalról. Az egyik öröm itt a szurkoló szájából. Végen állam a találkozónak, sőt már egy perccel túlléptük a 45. percet is. Forgács, közelről kapura, lövi, Tóth biztosan hárítja. Ismét Vámosi előzte meg ott az ellenfél csatárát. Itt most miért nézzük, miért álltak meg Bódiék? Majdnem összehoztunk egy gólt a hosszabbításban. Tóth Zoltán robbant oda a kapu elé, és a lövése játékosainkról ment ki. Ismét ott van egy nagy védés. Tűzi játékot rendeznek itt a végén. Kapunk előtt a gyöngyösiek. Egyelőre még különösebb eredmény nélkül. Ismét Takács adja be. Kifejeli Csontos. Takács. Pádár. Jól emeli ki. Csontos. Elpattan tőle. Takács. Jó van. Nagy Gergely tisztázott. Én már lefújnám. 48. 49. perc kezdődött nálam. De Takácsnak van még talán egy utolsó lehetősége. Most jön be a labda. Mirkóczki. Felhördültek a vendégek, hogy kéz volt Mirkóczkinak. Bódi. Nincs les. Olá. Ott az ötödik gólunk. Olá nagyon szépen húzza el. Kapus már le is állt. Labanc és Olá megszerzi az ötödik gólunkat. És vége a találkozónak, kedves nézők, második hazai győzelmét szerzi meg Pétervására. Nagyon jó iramú, küzdelmes találkozón Gyöngyös ellen, és csak halkan jegyzem meg, hogy Labanc Róbert szerintem túl magabiztosan nyilatkozott, rá is fázott erre. Nem mindig az a jó csapat, akit annak kiáltanak ki, és utaltam arra, hogy ebben a Mátra csoportban bármilyen eredmények születhetnek. A gyengébb teljesítményű csapat is képes csodákra. Köszönjük szépen a türelmüket, a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Legközelebb jövő vasárnap játszik a csapatunk Tápió Györgyén, 15 órai kezdettel. Viszonthallásra, viszontlátásra.